Vágjunk is bele. Hova lett a prezentációm? Egy kis türelmet kérek, meg kell nyitni. Itt van, megvan. Mert időnként a rendszer olyanokat is csinál, hogy eltünteti az anyagokat. Tehát kérdéseket feltenni a cseten keresztül lehet, a rendszer erre ad lehetőséget. Ha olyan fontos jellegű egy kérdés, akkor megállok és megválaszolom, ha nem, akkor pedig a prezentáció végén, ami nem lesz egy túl hosszú, összefoglalva, illetve egyesével természetesen minden egyes kérdést igyekszek megválaszolni. Tehát kockázati befektetés a Skyway vállalt csoportba, ez az előadás megnevezése, és akkor nézzük röviden, hogy miről is van szó. Annyit előre bocsájtanék, hogy ez az előadás a Skyway Capital cég szervezésében jött létre, hogy ki is ez a Skyway Capital, többek közt erről is lesz szó a mai előadásban. Miről lesz ma szó? Egy olyan jelenleg startup fázisban lévő cégcsoportról lesz szó, mely a szállítási ágazat gyökeres megújításán dolgozik, és a szállítási piac várhatóan 50%-át meg fogja hódítani a jövőben. Ehhez új, innovatív, sajátfejlesztési technológiát alkalmaz. Miért jó ez önöknek, és milyen hasznot szerezhetnek ebből? Hogyan képes a projektfinanszírozásban történő részvétel anyagi biztonságot nyújtani a közeljövőben és hosszú távon? Miként képesek a cég megoldásai a természetes környezetünket megteremteni, megmenteni, számunkra élhető körülményeket teremteni? Mit tartalmaz a hordszállítási technológia, és milyen előnyei vannak a meglévő szállítási technológiákkal szemben? És a végén néhány szó arról, hogy hogyan lehet már azonnal a keresethez jutni. Több tízezer évvel ezelőtt az ősember elkezdte használni a tüzet. Ez volt a technológiák legelsője. Őseink tüzet rakva melegítették fel barlangjaikat és ütötték meg az elfogott vadat. Sokan közülük még 20 évet sem éltek, mert a tüdőrák elvitte őket. A barlangokban elviselhetetlen füst volt. Mi változott azóta? Az emberiség technológiailag megerősödött és jelentősen megnőtt a tűz felhasználása. A tűz működteti a gépjárművek motorját, a dízelmozdonyokat, a hajókat és a repülőket is. Tűz ég a hőerőművekben, atomerőművekben, a gyárak kemencéiben. Káros anyagok egész csokra kerül ki a levegőbe, ami többszörösen felülmúlja az őskori tűzfejet. A föld és légi közlekedésnek köszönhetően olyan levegőt lélegzünk be, olyan vizet iszunk, olyan ételt fogyasztunk, amiben a periódusos táblázat fele benne van. Nitrogénoxidok, szénmonoxidok, kénoxid, aldehidek, benzopirin, korom, arzén, higanyolom, klór, policiklusos aromás szénhidrogének, radioaktív izotópok. Ezeket az anyagokat a végtelenségig lehet sorolni. Pontosan ezt a levegőkeveréket lélegezzük be, amikor elmegyünk egy parkba friss levegőt szívni. A gépjármű állomány növekedése ezen anyagok koncentrációját halálos mértékűvé növeli. Ne felejtsük el a repülés sem. A több hajtóműves repülőgépek óriási lyukat, minden egyes nehéz rakéta indítása az ónzó rétegben akkora lyukat okoz, mint egy európai ország mérete. A század végéig a közlekedési balesetekben és a katasztrófákban a jelenlegi statisztikák szerint közel 150 millió ember fog elhalálozni, és 1,5 milliárd válik mozgássérülté nyomorékkel. Hogyan előzzük meg ezeket a szörnyű áldozatokat? Miként őrizzük meg a bolygónkat zöldnek és nem homoszürkének? Lovakat használjunk? Gyalogjárjunk? Napjainkban a föld felszíne egyre zsúfoltabb, újabb és újabb földterületeket von be az emberiség az iparosításba és az infrastruktúrába. Rohamosan növekszik a gépjárműállomány, a sokasodó emberiség számára egyre több időt vesz igénybe eljutni egy másik pontba, még a tömegközlekedési eszközökkel is. Régóta próbálkoznak a szakemberek a szállítást a föld felszíne fölé emelve, úgynevezett magas vezetési pályán megvalósítani, de ennek egyik legnagyobb hátránya a magas költségek, hiszen egy masszív pályát kell megépíteni. Anatoly Eduardovics Junicki 40 évvel ezelőtt a közeli űr a rakéták felhasználása nélkül meghódítására kidolgozta a planetáris szállítóeszköz elvét. Ennek egyik alapelve az egyenlítő mentén az egész földet körülölő pálya építése,
melynek tartó szerkezetét előzetesen megfeszített elemekből, húrokból tervezte meg. Ez a megoldás jelentős anyagmegtakarítást és költségcsökkentést jelent. Ez lett a Unitsky-féle húrszállítási rendszerek egyik alapvető eleme. A rendszer brendje az évek során a Skyway lett. Ki is Anatoli Eduardovics Unitsky? Tudós, feltaláló, a Skyway húrszállítás megalkotója és főkonstruktőre. Két ENSZ projekt vezetője, 140 találmány megalkotója az építés, a szállítás, a gépipar, az elektronika és a vegyipar területén. Több mint 200 tudományos munka és 18 monográfia szerzője. Ő a Skyway cégcsoport elnöke. Sok-sok elismeréssel rendelkezik, többek közt az Összoros Kiállítási Központ két aranyérmével, 3 aranyszekérdéllyel az év projektje szállítási ágazat nominációban, az Orosz Védjegy 3 aranyjelvényével tüntették ki, a Tudomány és a Művészet Lovagja kitüntető címet viseli, valamint különböző nemzetközi kiállításokon 30 különböző oklevelet kapott munkássága elismeréseként. A Skyway húrszállítás egy energetikai és szállítási rendszer magas vezetési pályán, tehát a föld felszíne felett. A szállítási eszközök acélkerekű, elektromos meghajtású járművek, melyek speciális úgynevezett húrsineken közlekednek. Az alapvető szerkezeti különbség más magas vezetési pályákhoz képest a húrsinek előfeszítettsége, a tömör úttest hiánya, csökkentett építőanyagigény és a láthatóan könnyű szerkezet. A szállítási rendszer legfőbb előnyei a gazdaságosság, a környezetbarát kialakítása, nincs káros anyagkibocsátás, a hosszú élettartam, a megbízhatóság, a biztonságosság és ezekből következően a magas piaci konkurencia képesség. Nincs ehhez hasonló szállítási megoldás. Képes az összes szállítási igény kielégítésére, és a jövőben lehetőséget biztosít az egységes energetikai, információs és szállítási világhálózat kialakítására, melyet Transnetnek jeveztek el, és ez lehetővé teszi a civilizációnk számára egy minőségileg új fejlődési szakaszba lépni. A tervek megvalósítása érdekében lett létrehozva a Skyway cégcsoport, aminek az egyik fő célja a Skyway technológiai bemutató engedélyeztetési központjának létrehozása, az Ecotechnopark megépítése. A cégcsoport a cégbe történő befektetések bevonása céljából a közösségi finanszírozás angol nevén a crowdfunding elveihez fordult. A projektben résztvevők magas száma miatt ez a modell lehetővé teszi megfelelő mennyiségű tőke felhalmozását a cég fejlesztésének kezdeti szakaszában. Minden befektetőtárs tulajdonosnak minősül a húrszállítás alapjául szolgáló technológiában, akik a későbbiekben a cég részvényeseivé válnak. A szakértők szerint a cég a közeljövőben képes lesz a szállítási világpiac 50%-ának megszerzésére. A közösségi finanszírozás egy növekvő népszerűségű finanszírozási forma, mely képes a korai fázisú vállalkozások, más néven startupok tőkehiányának fedezésére. Lényege, hogy az internet lehetőségét kihasználva kiiktatja közvetítő intézményeket, és közvetlenül kapcsolja össze a befektetőt és a finanszírozást igénylő vállalkozót. Így jelentős költségeket lehet megtakarítani. A tőkealapú közösségi finanszírozás, az Equity Based Crowdfunding lehetővé teszi a kezdő vállalkozások számára, hogy az interneten keresztül közvetítő intézmények nélkül alacsony költséggel a tulajdonosi részesedésük meghatározott hányadát eladják az érdeklődő befektetőknek. Részvények ilyen formában történő értékesítésével lehetőségük nyílik a kezdő finanszírozási nehézségeik fedezésére. Ezen kezdeti nehézségek általában abból adódnak, hogy a tradicionális finanszírozási formák, például a bankok, az üzleti angyalbefektetők és a kockázati tőkebefektetők nem biztosítanak megfelelő tőkét számukra. A tőkealapú közösségi finanszírozás nem csupán képes az általuk üresen hagyott finanszírozási rés kitöltésére, hanem bizonyos előrejelzések szerint hamarosan át is veszi a vezető szerepet a korai fázisú vállalkozások finanszírozásában. A Skyway projekt is tőkealapú közösségi finanszírozás, vagy részvénytípusú finanszírozás. A részvények megvásárlásával befektetők szert tesznek egy adott mértékű tulajdonrészre, és igényt tarthatnak a vállalkozás jövőbeni pénzáramainak meghatározott hányadára. A hozam kifizetése osztalék vagy árfolyam nyereség formájában történik.
A befektetők legfőbb előnye, hogy számottevő pénzügyi megtérülést érhetnek el. Az árfolyamnyereség a befektetési eszköz, például a részvények értékesítésekor számított eladási ár, és a befektetési eszköz korábbi megszerzésekor kifizetett vételi ár különbsége. Önök most kedvezménnyel tudnak befektetni a cégcsoportba, azaz úgynevezett diszkonttal tudják megvásárolni a cég részvényeit. A jelenlegi 13. fejlesztési fázis 3. alszakaszában vagyunk. Az aktuális diszkontok 1 a 15 és 1 a 40 között vannak, ami azt jelenti, hogy akár 40 dollárnyi leendő értékű részvényhez most csak 1 dollárért juthatnak hozzá. A részvények névértéke és a tőzsdei első nyilvános forgalomba hozatal, angol rövidítésével az IPO értéke 1 dollár. A piacon történő megjelenés, a nyilvános kereskedés, a várhatóan nagy érdeklődés a részvények értékét jóval az 1 dolláros névérték fölé viszi majd. Önnek lehetősége van arra, hogy részt vegyen, támogassa a projektet, befektetővé válhat. A Skyway cég lehetőséget kap az önök támogatásával az áttörést jelentő innovatív technológiai nemzetközi piacra történő kivitelére, a projekt résztvevői e technológiák társtulajdonosaivá válna. Miután a technológia kilépett a világpiacra, a befektetők osztalékot fognak kapni a vállalat nyeresége után, azaz a világban megvalósított hatalmas számú célprojekt vállalati profitjából osztalék illeti meg önöket. Beszéljünk egy kicsit a Skyway húrszállítási rendszer technikai oldaláról is. Képzeljenek el egy könnyű vonatot vagy egy sportkocsit vaskerekeken, amelyik sima és sík síneken mozog. A sínekben drótkötelek vannak kihúzva több száz tonna előfeszítéssel. A precízen egyenes felületnek és a tökéletes aerodinamikai tulajdonságokkal rendelkező gördülőállománynak köszönhetően az 500 km/h sebesség is elérhető. Az utazás heted annyiba kerül, mint egy hagyományos vonaton. A biztonság összehasonlíthatatlanul jobb, mint egy gépjárműnél. Az utazáshoz tized annyi villamos energia kell, és ez még nem minden. A speciális húrsínek könnyű, de rendkívül erős oszlopokon fekszenek. Ezáltal megkímélhető a termőtalaj, melyet a mai közutak és a vasút négyszer akkora területen foglalnak el, mint Nagy-Britannia területe. Ez a talaj élő marad, lélegezni fog, és ezen a talajon élő növények oxigén tudnak termelni, mely több milliárd embert tudnak ellátni. Ezen a dián a Skyway cégcsoport által megvalósított és legyártott járművek prototípusai látható. Ezek különböző járművek különböző célt szolgálnak, illetve a teherszállításnak van egy változata itt ezen a dián. De hogy mik is ezek a járművek és mire szolgálnak, nézzük meg röviden, kicsit részletesebben. Az első jármű, amivel bemutatnék, ez a Univind, az U4-651-es típusszámot kapta. Két fő szállítására alkalmas, maximum 150 km/h sebességet érhet el. Ez egy rendkívül kisméretű és kissúlyú jármű, egy nagyon könnyű pályaszakaszon, ami messziről nézve gyakorlatilag úgy néz ki, mint egy drótkötélpálya. A lényege az, hogy mivel ugye földfelszín felett van, nem kell neki különösebb pályát képíteni, a tartó oszlopok, illetve a feszítő oszlopokra van szükség. Ez a drótkötélnek tűnő húrsín nagyon gyorsan kiépíthető, kifeszíthető, és már közlekedhet is ez a jármű. A maximális teherbírása ennek az U4-651-esnek 150 kg, akár személy, akár teherszállításra is lehet alkalmazni, tehát gyorsan, rövid időn belül kiépíthető bármilyen természeti adottság, illetve geográfiai körülmény között. Mint ahogy mondtam, egy rendkívül könnyű szerkezetű pályán tud közlekedni ez a jármű, tehát csak arra lett kifejlesztve. És talán azt hiszem röviden ennyi. Ez tehát elsősorban személyszállításra, de akár teherszállításra is használható. A következő jármű, amit bemutatnék, az a Unibus, méghozzá abból az U4-210-es. Azért mondom ezt így, mert a Unibus az egy összefoglaló név,
többféle típusa van, ez kapacitástól, illetve alkalmazási lehetőségektől függ. Az U4-210-es mit tud? 14 fő tud szállítani, ebben a járműben gyakorlatilag 3 ülőhely van, a többi állóhely, tehát alapvetően rövid távú megállók teljesítésére szolgál, tehát gyakorlatilag mint egy a villamosnak a vetélytársa változata. Ugyanúgy 150 km per órás sebességet tud elérni. Ez, hogyha megnézzük a szemben lévő szemből készült rajzot, az egy egysínes változat. Tehát egyetlen egy sín kell neki ahhoz, hogy közlekedjen, mert a szállított személyek kapacitása olyan terhelést ad, ami az egysínes verzióban megoldható. Ez közlekedhet az úgynevezett félmerev húrsinen, a hajlékony húrsinen, illetve a rácsos merev rácsos tartós pályaszerkezet egyik sinén is tud közlekedni. Ez az Unibus U4-210T2. Igazából önmagáért beszél az, hogy a T2 az azt jelenti, hogy az előző Unibusnak két modulja van összekapcsolva. Egy pillanatra visszamegyek az előző diára, tehát hogyha a járműnek az orr részét levesszük, ott van összeillesztve, illetve a másik járműnél a hátsó rész. Tehát kettőből, ezek moduláris rendszerű járművek, pontosan azért, hogy a különböző kapacitás igényeket ki lehessen elégíteni. Ebből is adódik, hogy a 214 fő pontosan 28-at ad ki, ugyanúgy 150 km per órás sebességgel tud közlekedni, és ugyanazokon a pályatípusokon, tehát a félmerev, a hajlékony, illetve a merev rácsos tartó pályán tud közlekedni. Ez a T3-as, ennek az a lényege, hogy három modul van összekapcsolva, és már 42 fő szállítására alkalmas, ugyanazokkal a paraméterekkel rendelkezik, hiszen ugyanaz a modul van összekapcsolva. Ebből is látható, hogy különböző igényeket lehet kielégíteni nagyon gyors megoldással, a megrendelő igénye alapján a meglévő járműparkból, illetve a tervek alapján a teljes járműparkból gyorsan össze lehet állítani az igényeket. A következő jármű a Unibus U4-220-as. Ennek már egy modulja 24 fő szállítására alkalmas, és egy pillanatra előreugranék, mert itt lehet látni a két modulos változatát, és itt a jobb oldali szembenézeti rajzon lehet látni, hogy ez már dupla sínes. Tehát két sín kell hozzá, ami egymás mellett párhuzamosan helyezkedik el. Pontosan azért, mert ez már nagyobb terhelést jelent, és ehhez már egy masszív, merev pálya típus szükséges. Nagyon 150 km per óra sebességgel tud közlekedni, de ez már csak a merev rácsos tartó szerkezetű pályán tud közlekedni. Ennek a két modulos változata így néz ki, ez ugye az U4-220T2, és érdekes módon van egy három modulos is. Ez most csak a vicc kedvéért persze. Tehát modulrendszerű, és több modul is összekapcsolható. A következő típus, amit szeretnék bemutatni, a Unicar U4-430, ez is egy modulrendszerű jármű. A legkisebb modulja a képen látható 6 fő személy szállítására alkalmas jármű. A pályaszerkezetek, amin közlekedni tud, egysínes, félmerev, hajlékony vagy merev rácsos tartó szerkezeten tud közlekedni. Aki volt már Minsktől nem messze, Marina Gorkában, az úgynevezett Ekotechnoparkban, az már látta ezt üzemközben is, ugyanúgy, mint az előző járműveknek az egymodulos változatát. Itt egyből a T3 modell következik, tehát ez három modulból összeállított jármű.
A modulok egyenként 6 fő szállítására alkalmasnak, tehát ez a 3 modulos jármű 18 fő szállítására alkalmas. Ugyanúgy a maximális sebesség ezeknek a járműveknek 150 km per óra. Félmerev, hajlékony, illetve merev rácsos tartós pályaszerkezeten tud közlekedni. Tehát egysínes, ami a legfontosabb. Ez az úgynevezett nagysebességű Unibusz U4362-es típusjelzést kapott. Ez egy úgynevezett alsósínes megoldás, tehát lehet látni, hogy a jármű alatt van a sín. Kicsit ahhoz lehet hasonlítani, mint egy autó, melynek ugye alul vannak a kerekei. 6 fő szállítására alkalmas ez a jármű. Ez nem modulrendszerű, méghozzá azért, mert itt a tervezett sebesség 500 km per óra. Tehát itt az aerodinamikai tulajdonságoknak kulcs szerepe van, és itt nem oldható meg a moduláris felépítés, mert akkor rendkívül rossz aerodinamikai, pontosabban rendkívül romlanának az aerodinamikai tulajdonságai ennek a járműnek. Ez az alsósínes változat a kimondottan merev rácsos tartó pályaszerkezet, tehát ez fölül közlekedik a pályán. A következő jármű, amit bemutatnék, a Unibike, U4621-es típusjelzést kapott, ez 2 fő szállítására alkalmas, egysínes változat, tehát egysín kell a közlekedéséhez, ugyanúgy, mint a Unibuszoknál, ugyanazokon a pályaszerkezeteken közlekedik, és ugyanúgy 150 km per óra sebességet ér el. Ez egy kicsit egy személyautóhoz hasonlítható, turisztikai, illetve szórakoztatási jelleggel építették meg ezt a járművet, több célra is felhasználható, akár természetesen személyszállításra is, de mint ahogy látható, ez nem modulrendszerű, és csak 2 személyszállításra alkalmas, tehát ez bizonyos korlátokat jelent. Ennek a járműnek van egy olyan változata, ahol is beépítettek egy pedált, és ez a pedál egy áramfejlesztőt hajt meg. Ez az áramfejlesztő a jármű sebességét tudja növelni. Volt egy ilyen elgondolás, hogy ezáltal a kikapcsolódási lehetőségnek egy olyan változat, amikor megépítenek egy olyan, mondjuk így parkot, ahol ebbe beülve egy meghatározott pályán lehet körbe menni, és ha valaki jól megtekeri a pedált, akkor még gyorsabban tud a jármű menni. Természetesen nem ettől függ közvetlenül a sebesség, hiszen az összes jármű úgynevezett autonóm üzemű, tehát vezető nélküli járművek, elektronikus számítógép vezérlésű irányításuk van, és a járművek intelligens módon saját maguk közlekednek. Figyelve a követési távolságra, a pálya állapotára, a előállt forgalmi helyzetre, a terhelésre. Tehát rendkívül sok olyan tényező van, melyet figyelembe vesz a biztonsági rendszer, és ez alapján határozza meg a jármű közlekedését. Ez a jármű a teherszállítás megépült egyik járműve. Unitrack U4131-es típusjelzést kapott. Ez a jármű úgynevezett ömlesztett tárú szállítására szolgál. Mi az ömlesztett tárú? Minden, ami beleszórható. Kavics, homok, szén, kő, cement, ami beleszórható, tehát ömlesztett, azt tudja szállítani. 1700 kiló súlyjal tölthető meg. Ha jól emlékszem, ezt korábban úgy írták, igen, hogy 0,75 köbméter a szállítási kapacitása, egy sínes változat, ugyanúgy, mint a Unibuszok, tehát félmerev, hajlékony, illetve merev rácsos tartós szerkezetű pályán tud közlekedni, 150 km per óra sebességet tud elérni. Ezeknek a járműveknek egy fontos tulajdonsága, illetve az egész rendszernek egy fontos tulajdonsága, hogy az autonóm számítógépes vezérlésnek köszönhetően a járművek között 2 másodperces követési időközt lehet biztosítani, ami rendkívül kevésnek tűnik, de pont ez a modern rendszernek
az egyik előnye, és ilyen járműsűrűséggel rendkívül nagy kapacitást lehet elérni, annak ellenére, hogy egy-egy járműnek relatív kicsi a szállító kapacitása. Akár teherszállításról, akár személyszállításról van szó. Ugyanakkor, hogyha ezek 2-3 másodperces időközzel követik egymást, akkor elképzelhető, hogy egyszerre mennyi jármű tartózkodhat a pályán, és mennyi személy tudnak szállítani. Ez a Unicont U49201-es típusjelzésű jármű. Jelenleg ez még nincs legyártva, de gyártása, a prototípus gyártása folyamatban van. Mint ahogy látható, ez úgynevezett 40 lábas tengeri szállító konténerek szállítására lett kifejlesztve. Ma ugye a szállítás egyik fő formája az, hogy a szállító, pontosabban a gyártó az árut ilyen konténerekbe helyezik el, és utána ez a konténer bármilyen módon kamionnal, nyergesvontatóval, vonattal, hajóval szállítható, egyikről a másikra csak át kell helyezni, és utána ezt a konténert leszállítják a célhoz, a vevő ezt megkapja, és onnan már csak ki kell pakolni az árut belőle. Pontosan ezt a szállítási láncot figyelembe véve alakították ki ezt a autonóm vezérlésű, autonóm üzemelésű konténerszállítót, hogy ebbe a piacba be tudjon kapcsolódni a cég. Ez pedig egy gyakorlatilag egy szállítószallag, Unitrans fantázia nevet U400-as típusjelzést kapott. A lényege az, hogy ugyanaz a hursínes pályarendszer van alkalmazva, és egy szállítószallag van rajta. Egy pillanatra visszatérnék ennek a fényképéhez. Itt látható a jobb felső sarokban ennek a fényképe, tehát valóban egy szállítószallagra hasonlít. A lényege az, hogy rendkívül nagy kapacitással rendelkezik, és ugyanúgy illeszthető a rendszerbe. Ezen a dián a hursínnek a metszeti vázlata látható. Röviden, hogy néz ez ki, miről is van szó, mitől hursínez. Fognak egy acélhúzalt, aztán többet összefognak, és ezt megsodorják. Ebből lesz az acélsodrony. Majd ebből a sodronyból többet összefognak, és ugyanúgy összetekerik őket, úgy nevezik, hogy pászmába fogják össze. Ez a képen húrral van megjelölve, ezek előfeszített acélhúzatok, húzalok kötege, másképpen mondva. Mi ennek a lényege? Ennek az a lényege, hogy ez a tehertartó, a teherviselő főelem, és ezek kerülnek az úgynevezett feszítő horgonyokhoz rögzítése. Tehát ez egy olyan támasztó vagy tartó oszló, amelyik megfelelő szilárdsággal van kiépítve, mély alappal a földben, és ezek között, az oszlopok között, feszítő horgonyok között feszítik meg ezeket az acél kötegeket több száz tonnányi erővel. De ez így önmagában még nem alkalmas arra persze, hogy ezen közelkedni lehessen. Ehhez kell egy sín, és ettől lesz húrsín. Körülötte látható az úgynevezett sínház, amely belül üreges. Ebben mind függőlegesen, mind vízszintesen rögzítik ezeket a húrokat, és egy speciális töltőanyaggal, egy speciális betonnal töltik ki. Mi ennek a szerepe? Ennek a szerepe az, hogy légmentesen kitölti a belső teret, ezáltal megelőzés megakadályozza a korrodációt, valamint speciális töltőanyagok, adalékanyagok felhasználásával rendkívüli mértékben lehet csökkenteni a keletkezett rezgéseket, ami azt jelenti, hogy a jármű által a sínben okozott zajt nagy mértékben lehet csökkenteni. Tehát akkor ez a sínház, és ennek a tetejére kerül
egy sín fej, ami acélból készült, és a vasúti sínekhez képest látható, hogy teljesen sík, egyenes. Ez a sínház úgy van kiképezve, hogy alul van még egy üres rész, ahol csövekben különböző kábeleket lehet elhelyezni, villamos energiaátviteli kábeleket, adatkábel, kommunikációs kábel. Tehát az egyik fő lényege az, hogy amíg a vasútnál, amikor a sineket kiépítik, lerakják a sineket, mellette egy külön kábelcsatornába helyezik el ezeknek a kábeleknek egy részét, illetve a leggyakrabban alkalmazott változat az, legalábbis a vasútnál, hogy felső vezetékes áramellátása van. Tehát ez még egy plusz költség, illetve anyagfelhasználás. Itt ez a módszer lehetővé teszi azt, hogy nem kell a talajt megbolygatni, mint ahogy korábban is mondtam, érintetlenül marad a talaj, az akár mezőgazdasági felhasználásra is alkalmazható, akár természetes mi voltában is megmaradhat. Tehát rendkívül környezetbarát megoldásról van szó. Ezen a képen a diána az úgynevezett kisiklásgátló rendszer, illetve az úgynevezett motorkerék látható. Nézzük meg őket egyenként. Ez az úgynevezett motorkeréknek a fényképe. Mi a lényege? Az a lényege, hogy ez a nagy tárcsa, ami ezen az oldalon van, ez maga a kerék, az acélkerék, látható, hogy teljesen sík, nagy kopású. Ez a dobozszerű valami, ez maga a villanymotor, ez pedig itt egy úgynevezett tárcsafék, egy teljesen hagyományos gépjármű jellegű tárcsafék. Ezek egy közös tengelyen merev rögzítéssel vannak összekapcsolva, nem oldható. Mi ennek a lényege? Ennek a lényege az, hogy rendkívül nagy anyagmegtakarítás érhető el, rendkívül sok meghibásodás küszöbölhető ki, hiszen egyszerűsítve van az energia, pontosabban a meghajtási átviteli rendszer, nem kell kuplungot, fogaskerekeket, kardántengelyeket és egyebeket alkalmazni. A Skyway járművek úgy lettek kitalálva, hogy több ilyen kerék kerül alkalmazásra. Például egy Unibusznál 4 ilyen kerék van, mindegyiknek van egy-egy villanymotorja, fékje, és így rendkívül hatékony. Ez az úgynevezett kisiklásgátló rendszer, hiszen ha elképzeljük azt, hogy ez a 200 sín fönt a levegőben magasan van, akkor mindenkiben fölmerül az a kétség, hogy miért nem esik le az a jármű onnan. Azért, mert kitalálták az úgynevezett kisiklásgátló rendszert. Végül is rendkívül egyszerű az elgondolása, mint ahogy a képen látható, egy fehér karikával van kiemelve, a sínre oldalról, kívülről, tehát nyilván megmutatom, tehát ez az egyik külső oldal, ez a másik külső oldal, egyszerűen neki feszülnek ezek a kerekek, és megakadályozzák azt, hogy a jármű letérjen a pályáról, kisiklás következzen be. Ezen a dián a Skyway cégcsoport kísérleti gyártóüzeme látható, illetve az ott zajló folyamatok, ahol is a pályaszerkezetet állítják össze, illetve a prototípusokat gyártották le, illetve az első kisszériás járműgyártás is itt fog megvalósulni. Jelenleg már 3 üzemcsarnoka van a cégnek, mint ahogy a felső képen is látható, mindjárt megmutatom, hát ez maga az eredeti gyártócsarnok. Ma már itt a sátor helyén egy vadonatúj üzemcsarnok került felépítésre, amivel a gyártási lehetőségeket bővítették ki, illetve technológiai folyamatokat különítettek el egymástól. Ezen a képen maga az irodaház látható, ami a gyártóüzem irodája, látható, hogy rendkívül kicsi, tehát a cég nem egy vízfej, nem azzal foglalkozik, hogy adminisztrációja legyen, hanem a piac orientáltság határozza meg, illetve a termelés a cég céljait. És akkor legyen szó a befektetésről is.
Mert ugye említettem, hogy közösségi finanszírozással indult el a cég a nulláról, és próbálja elérni céljait, ehhez keresi a befektetőket, a támogatókat, és ez az interneten keresztül valósul meg. A Skyway cégcsoport két fő befektetési partnere a Skyway Capital és a Skyway Invest Group. Mi a Skyway Capital keretein belül vagyunk itt, tehát essen szó a Skyway Capitalról. A Skyway Capital a Skyway cégcsoport befektetési partnere. A Skyway Capital egy kockázati befektetési társaság, egy önálló befektetési alap, nagy befektető, melynek célja a Skyway cégcsoporttal történő hosszú távú együttműködés. Az alap elsődleges feladata a befektetések bevonása az Ecotechnopark építkezésébe. A Skyway Capital egy kereskedelmi márkanév, a cég hivatalos elnevezése Skyway Capital Incorporated. A Skyway Capital 2014. novemberében került megalapításra, és 2019-re már több mint 500 ezer befektetővel rendelkezett. A cég a befektetési kockázatot diszkonttal jutalmazza, ez az úgynevezett kockázati prémium. A közösségi finanszírozás webirodája a képen látható internetes címen érhető el, tehát ez a new.skyway.capital, ez így néz ki, ez nincs elérve, ez pontosan így néz ki. A .capital gyakorlatilag egy ugyanolyan domain név, szakmai szempontból ezt így nevezik, mint a .hu. És mint ahogy a dián is látható, így néz ki a belépő oldal, a webiroda, az úgynevezett webiroda belépő oldala. A Skyway Capital webirodájában a regisztráció ingyenes és kötelezettségmentes. Ügyfél az a személy, aki beregisztrálta magát a Skyway Capital webirodájába. Lehetősége van megismerkedni a Skyway Capital partnerprogramjával, mely egy gyors jövedelmi növekedés, a bizalmas és kölcsönösen előnyös partneri kapcsolatokon alapul. Ezután döntés hozhat a befektetésről és a partnerprogramban történő részvételről, melynek egyedüli feltétele az elektronikusan elfogadott és ezzel aláírt partneri egyesség. Tehát a regisztráció ingyenes, kötelezettségmentes, tájékozódni lehet, és ha utána valaki úgy dönt, hogy szeretné támogatni ezt a projektet, társtulajdonos szeretné lenni ebben a technológiában, az ezt a döntést meghozhatja, és részt vehet a további lehetőségekben. A Skyway Capital a partnerprogram megvalósításához az MLM multilevel marketing értékesítési vállalkozás formát választotta, ahol az értékesítés a hálózatépítők által történik, az ismerősök felé történő ajánlás által. Marketing program összegző a regisztráció pillanatától kezdve. Az első szint a minősítés első lépése. A minősítésben történő előrelépés feltételei a személyes befektetések összege és a bevont befektetések összege az első szinten. A legkisebb befektetési összeg 15 dollár. Nincs szükség a minősítési szint váltásának megerősítéséhez, az automatikus. Magas akár 18% jutalék a közvetlen partnerek után, és 0,1-7%-ig terjedő jutalékot lehet kapni a minősítési szintől függően a hálózatban különböző mélységekben található partnerek után. A jutalékkifizetés legmélyebb szintje a 24. szint. Nincs korlátozás a személyesen beívható közvetlen partnerek számában. A programban a korábban regisztráltak és az újonnan regisztráltak vásárlásait is beszámolják. A bónusz jutalék kifizetése a bónuszszámlára történik, és a legkisebb kivehető összeg 30 dollár erről a számláról. A részletekkel kapcsolatban keressék meghívó partnerüket, szponzorokat, akik segíteni fognak Önöknek a helyes döntések meghozatalában és a hálózatfejlesztésben. Nézzük meg néhány gyakran ismételt kérdést. Magyarul szeretik ezt GIK-nek rövidíteni. Általában ezek a kérdések szoktak felmerülni a befektetők részéről, melyeket a Skyway Capital összefoglalta és megválaszolta őket. Mik ezek a kérdések? Befektettem a projektbe, mikor jutok belőle profithoz? Profitot azután tud realizálni, miután a társaság kilépett a piacra. Ezek után lesz joga eladni a tulajdoni hányadait, vagy osztalékhoz jutni belőle. Ha azonnal szeretne profithoz jutni, akkor csatlakozzon a partnerprogramhoz a személyes webirodájában. Önök nem éppen az aktuális piramis játék? Kategórikusan kijelenthetjük, hogy nem.
Befektetőket keresünk és örömmel adunk nekik konkrét ajánlatot, nem csak ígéreteket, ahogy ezt mások teszik. Ahhoz, hogy a partnerink már ma is jövedelemhez juthassanak, előnyös partnerprogramot ajánlunk nekik, sőt, maximálisan nyitottak vagyunk. Látogassanak el az irodánkba, látogassanak el az építkezés helyszínére, vagy bármelyik konferenciánkra, hallgassák meg webináriumunkat, ahol megosztjuk a legfrissebb híreinket, és elmondjuk a Skyway Capital életében zajló eseményeket. Mi a garancia arra, hogy nem csak összeszedik a pénzt és eltűnnek vele? Mi a pénzt nem szépben őrizzük, hanem a Skyway projekt megvalósítására költjük. Mindig le tudják ellenőrizni, hogy hová és mire mennek a befektetéseik. Az egyes építési szakaszokról videó és szöveges jelentéseket teszünk közzé. A hivatalos weboldalon bármikor visszahívást kérhetnek, feltehetik az önt nyugtalanító kérdéseket, és részletes visszajelzést fognak kapni. Van-e garancia arra, hogy végig tudják vinni a projektet? A mi projektünk már tovább eljutott, mint bármelyik más, a tesztparkunkban már valós unibuszok és unibike-ok közlekednek. Biztosan haladunk a projekt teljes megvalósítása felé, nem térünk el a kitűzött céloktól. Mikor lesz a részvényeik elsődleges nyilvános forgalomba hozatala a tőzsdén? A társaság az elsődleges részvény kibocsátását közvetlenül a tesztpark megépítése, a technológia műszaki engedélyeztetése, a már kitűzött szállítási és közlekedési projektek beindítása és az első nyereség megszerzése után valósítja meg. Az aktuális eseményekről, az építkezések terveiről és annak menetéről a honlapunk hírek részeiben olvashatnak. Miért éppen most előnyös befektetni? Az Ecotechnopark építkezésének kezdeteig a befektetés kockázata érthető okokból meglehetősen magas volt. Egy ötlet finanszírozása nem mindenkinek volt szimpatikus, kevesen kockáztatták meg, hogy pénzzel támogatják ezt az ötletet. Ezért akkor a befektetők a korai fázisban jóval magasabb diszkonttal jutalmazták, tehát a komoly kockázat magasabb diszkontot jelentett a tulajdoni hányadokra. A kockázat ugyanakkor folyamatosan csökken, de a befektetések jövedelmezősége, ahogy korábban is, továbbra is nagyon vonzó marad. Fektessen be a Skyway-be most, és a maximális kockázati prémiumot kaphatja meg a befektetéseiért. Ugyan is állnak a dolgok, nézzük meg. Az Ecotechnopark gyakorlatilag felépült, az egész világ látja, hogy a technológia működőképes. A projekt dinamikusan halad a teljes megvalósulás felé. A folyamatosan csökkenő kockázat a kockázati prémium csökkenését jelenti. A legjobb időben vagyunk, hiszen tényeket tudunk felmutatni már, de ma már a kockázat csak az időtényező. Ezért azok, akik még most szánják el magukat a befektetésre, többet kaphatnak, mint azok, akik nem kívánnak kockázati befektetők lenni. Azok a befektetők, akik a kockázati prémium megszűnte után kívánnak befektetni, már csak a mindenkori piaci árfolyamon tudják majd ezt megtenni. A személyes webirodában kínált befektetési programok listájából azt választhatják ki maguknak, amelyik a legjobban élik az elképzeléseikhez. Nem előnyösebb valami másba fektetni? Mi a húrszállítás a Skyway perspektíváiról és lehetőségéről beszélünk önöknek. Minden nap megosztjuk önökkel a híreinket és az eseményeinket. Minden lépésünk teljesen nyílt és nyomon követhető. A befektetési eszközök maximálisan egyszerűek és átláthatóak. Önöknek csak annyi maradt, hogy válasszanak közülük. Választás tehát az öné, résztvevővé válik, vagy csupán mások győzelmének nézője marad. Nézzük meg röviden, hogy milyen eredményeket tud felmutatni a cég, mi az, ami megtörtént, megépült, megvalósult már. Az Ecotechnopark, a Skyway technológiai bemutató és tesztkomplexuma első fázisa felépült. Itt került bemutatásra a húrszállítás minden formája és lehetősége, valamint itt történik az elsődleges műszaki tanúsítás. Megépítésre került a merevsínes városi pályaszakasz. Ez a merev sínes, ami a merev rácsos tartó szerkezetként említettem. Megépült a hajlékony úgynevezett belógó függővasúti pályaszakasz. Itt ezen a dián itt látható. Látható, hogy a feszítő oszlop után behajlik a húrsín, ami legjobban egy drótkötélhez hasonlít. Az Ecotechnoparkban a két, hogy is van, igen, tehát van a két feszítőoszlop, és
közte van egy tartóoszlop, 400 méteres szakaszt hidalnak át, és ez a technológiának nem a maximális lehetősége, hiszen a technológia a számítások alapján akár több kilométeres szakaszt is át tud hidalni. Megépült, bocsánat, azt hiszem, én rosszat mondtam, tehát az első, amikor azt mondtam, hogy megépült a könnyű merevsínes városi pályaszakasz, nem merevsínes, hanem félmerevsínes, és ez gyakorlatilag ez. Úgy látszik régebben, mikor készítettem a prezentációt, elírtam. Tehát az az egysínes, félmerevsínes városi pályaszakasz. Ez pedig az úgynevezett merevítőrudas magasvezetési pálya, ami a kétsínes szállítás és a nagysebességű pálya is egyben. Megépült a merevítőrudas teherszállítási pálya, itt ezen a képen látható. Megépült a teherszállító szallag, amit a korábbiakban mutattam. És megépült a könnyű merev, félmerevsínes városi pályaszakasz úgynevezett könnyített szerkezetű változata, mely változatlan terhelhetőséget biztosít kevesebb anyagmennyiség felhasználásával és olcsóbb kivitelezhetőséggel. Ezen közlekedik a Uniwind. És hamarosan el fog készülni a konténerszállítás bemutató és tesztpályája is. Gördőállomány vagy köznapi nyelven a járművek közül elkészültek a következő működőképes ipari mintadarabok. A Unibike U4621, a Unibuszok közül az U4210, az U4220T2, az U4430, a 43001, az U4430T3, a Unitrack U4131, a Uniwind U4651, a Unicont, mint ahogy említettem, prototípus a gyártása folyamatban van, és elkészült egy olyan jármű, aminek az lett a neve, hogy Unimobile. Ez egy kis autó, mely a mozgáskorlátozottak részére épült. Rendkívül könnyű, rendkívül jó műszaki megoldás. Anatoly Adal és Uniszki tett ígéretet arra még a projekt elején, hogy rájuk is fog gondolni, és az ő számukra fejlesztették ki ezt a járművet. Röviden az a lényege, hogy a járműben az ülés egy kerekes szék. Tehát úgymond így kerekes székkel együtt lehet megvásárolni majd ezt a járművet, ezzel a kerekes székkel lehet közlekedni. A járműnek a hátoldala, mint egy lift lehajtható, és a mozgásban korlátozott ember a kerekes székkel, ezzel a lifttel csak egyszerűen begurul az autóba, és akár a kormány mögé ülhet be, akár utasként a másik oldalra ülhet be. A székek nem fix rögzítésűek, hanem felcserélhetők egymás közt. Tehát akár a mozgássérült arra képes, ő önmagát is ki tudja szolgálni, és a járművet tudja vezetni. Mi az, ami még elkészült? Saját fejlesztésű úgynevezett motorkerék, és ennek a villanymotorja is saját fejlesztésű. Saját tulajdonú a kísérleti gyártóüzem, a legkorszerűbb berendezésekkel. Összességében már 10.000 négyzetméternyi gyártó területtel rendelkezik a cég. Az Ecofest 2018-on bemutatásra került egy K-26-os helikopterből átalakított saját tervezésű drón, ami több mint egy tonna teherbírással rendelkezik. Ez jelenleg különböző tesztelési fázisokon fut át. A nyár folyamán az első autonóm repülést is letesztelték. Jó úton van ahhoz, hogy kereskedelmi változata legyen ennek a járműnek. Az egyik ok, amiért ezt kifejlesztették, az, hogy ezzel a helikopterből átalakított úgynevezett drónnal lehet megoldani a Skyway pályájának kiépítését olyan területeken, amik nehezen megközelíthetők, vagy nem biztosítható szállítási útvonal. Mint ahogy mondtam, a Unimobile kifejlesztésre került, ez tavaly egy mozgáskorlátozottok számára szervezett kiállításon rendkívül nagy sikerrel mutatkozott be, nagyon nagy az igény rá,
Sikeres volt a megjelenés a nemzetközi közönség előtt az InnoTrans 2016-os kiállításon, ahol is először mutatta be a cég két elkészült prototípusát, a Unibike-ot és a Unibus-t, abból is az Uni 210-est. 2017. december 22-én sikeresen zárult a Unibike és ennek a Unibus-nak a műszaki engedélyeztetésre, és kiállításra kerültek a műbizonylatok, és innentől kezdve ezek a járművek személyeket is szállíthatnak az Ecotechnoparkban. Aki kilátogatott az évente megrendelezésre kerülő Ecofest rendezvényre, azok ki is próbálhatták. 2018. szeptember 18-án Berlinben az InnoTrans 2018-as nemzetközi vasúti jármű és közlekedéstechnikai kiállításon került bemutatásra a nagysebességű személyszállítás járműve. Óriási érdeklődés volt iránta, hiszen főleg amikor még a kiállításra szállították le, egy ponyvával volt letakarva, az időjárási körülményektől megvédendő, és a ponyva alatt igazából úgy nézett ki, mintha egy rakétát hoztak volna. Úgyhogy mindenki nagyon kíváncsi volt rá, illetve a nem éppen hagyományosnak nevezhető aerodinamikai kialakítás is felkeltette mindenkinek az érdeklődését. Továbbá, a több tudományos és felsőoktatási intézettel együttműködési megállapotást kötött a cég. Ez mind a fejlesztés szempontjából fontos, mind pedig a leendő munkatársak, szakemberek képzése szempontjából fontos. Az ISO 9001-2015-ös nemzetközi szabvány mellett a cég több fontos minősítési procedúrán esett át, és megszerezték ezeket a nemzetközi minősítéseket. Állami szerződés került aláírásra az Egyesült Arab Emírségekkel egy technopark felépítésére, a Sharjah-i Sharjah Research Technology and Innovation Parkban, amelyhez a földterületet az állam biztosította a cég számára. Ennek a neve a Skyway Innovation Center lett, illetve lesz, és a továbbiakban nem csak technopark lesz itt, hanem a Skyway egyik fejlesztési központja is. Itt ezen a dián látványtervek láthatók. Dubaj és Abu Dhabi után az Egyesült Arab Emírségek harmadik legnagyobb városa Sharjah. Az Egyesült Arab Emírségek északkeleti részén a Perzsa-Göl partvidékén, mely az azonos nevű emírség székhelye. Itt indult el a Skyway jelenlegi legnagyobb célprojektje. A Skyway Fejlesztési Központ, vagy angol nevén a Skyway Innovation Center, itt épül, amely Marál Gorkához hasonlóan egy ekotechnopark jellegű demonstrációs és bemutató központ. Itt a húrszállítás tropikus változatait fogják bemutatni. Több bemutató és tesztpálya épül, ahol új technikai megoldások és bemutatásra kerülnek, és itt fog megépülni a konténerszállítás bemutató és tesztpályája is, ahol a tengeri szállítás 20 és 40 lábas 35 tonnás konténereit akár 150 km per órás sebességgel is fogják szállítani. Későbbiekben a tervek szerint Abu Dhabiban épül meg a Skyway nagysebességű bemutató és tesztpályája, melynek hossza 60 km lesz. Tehát röviden összefoglalva, legyen ön is a Skyway befektetője, hiszen egy rendkívüli projektről van szó, nagyon komoly lehetőségekkel, a döntés ön kezében van, tájékozódjon, keresse meghívó partnerét, szponzorát, olvassa el a lehetséges információkat, erre én itt mutatnék néhány internetes címet is. Bal oldalt a hírek, információk elérhetőségei láthatók jobbra, az ehhez kapcsolódó videócsatornák. Az egészből kiemelném a skywaycapital.hu weboldalt, ugyanis ennek pontosan az a lényege, hogy magyar nyelven olvashatják el a cég összről szóló összes információt és híreket. Tehát a Skyway Capital egyszerre nagyon sok nyelven, ha jól emlékszem, már közel 30 nyelven jelenteti meg az információkat, ezek közt a magyar is ott van. Tehát mindig értesülhetnek a legfrissebb hírekről magyar nyelven, és ehhez tartozik a Skyway Capital Vimeo csatornája, nem a YouTube-on, hanem a Vimeo-n alakítottak ki,
ahol is a megjelenő videók magyar nyelvű feliratokkal tekinthetők meg. Ennyi lett volna röviden az előadás. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet és a részvételt, és akinek kérdése van, az most teheti fel.